Minden ott kezdődik, hogy megszülettem. Nekem abban az áldásos szerencsében volt részem, hogy egy olyan faluban, itt a közelben, Kétyre kerültem születésem pillanatában, ahol körbe voltam véve, ez a 60-as évek, bukovinai székely közösséggel. Én magam nem oda tartozom, de minden barátom és szomszédom és mindenki a faluban szinte székely gyerek és székely ember volt. A barátaim tehát picskás székely gyerekek voltak, és én ahogy csavarogtam velük a falu körül, nem kellett messzire menni, csak pár lépést a határtól, már levágtak egy darab nádat a bicskájukkal, egy bodzaágat, egy fűszfavesszőt, előkaptak egy diót, vagy amit találtak, bürökszárat, bármit, néhány mozdulattal muzsikáló szerszámot készítettek belőle, faragtak. Nekem bicskám nem volt, úgyhogy én csak tátott szája bámultam, hogy ezek a gyerekek varázsolnak. De minden beívódott ide, és a későbbiekben már én is megpróbáltam. Aztán megmutattam ezt a tudományomat az öcsémnek, meg eldicsekedtem vele itt-ottam ott, tehát a környezetben található természetes anyagokból készítettünk hangszereket, amik vagy jók voltak, vagy nem, de szóltak, és ez a lényeg. Aztán ugrunk most évtizedeket, és mondjuk 20 évvel ezelőtt erről beszélgettem egy barátommal, akinek a gyerekei ott voltak a környezetünkben, és ugye miket játszottunk gyerekkorunkban. És én ezt elmondtam, hogy hangszereket, meg muzsikáló szerszámokat készítettünk mindenféléből. De miket? Hát készítettünk nádsípot, készítettünk fűszfasípot, készítettünk bodzafuruját, bürökszárból furuját, és a többi, és a többi. És a kis gyerekek kíváncsiak voltak, hát hogy lehet nádból hangszert készíteni. És ott ültünk a konyhában, hát most hogy mutassam meg nektek, gyerekek, hogy lehet. Aztán megláttam egy pohárban néhány szívószálat. Na mondom, akkor én megmutatom nektek, hogy lesz a szívószálból, mint nád szálból, muzsikáló szerszám, hangszer. Gyorsan valamivel, mondjuk ezzel a fűrészlappal megmutatom, nem fűrészsel, hanem egy kés pengével mutattam a gyerekeknek, hogy volt egy darab nádunk, és szépen, óvatosan belemetszettünk a nádba egy kis nyílást. És ezen a nyíláson keresztül fújtuk be a levegőt a nádszálba, és éppen így szólt, mint a szívószál. Sőt, azt is megtehettük, hogy lukakat vágtunk a szívószál oldalára. A befújó rész ugyanaz, itt fújom be a levegőt, és hogyha mozgatom az ujjaimat, kész is volt a nádsípunk. Na, itt tudtam megmutatni, és életemnek ez a következő fejezete erről szólt, hogy mutassam be a 20. most már 21. századi gyerekeknek, hogy a természetben föllelehető anyagokból milyen egyszerűen lehet hangszert készíteni. Na hát, az első a szívószál nádsíp volt. Aztán jöttek sorra a többiek, mert azt mondtam magamban, ha ilyen egyszerű, akkor nézzük meg, hogy a már gyerekkoromban megtanult sípokat, furujákat, hogy lehet a ház körül föllelhető, nagyon egyszerű dolgokból, csövekből, egyebekből elkészíteni. Na, a következő a furuja volt. Hát furuját igazán nem tudtunk készíteni, de egy egyszerű gyerekkoromban, egy egyszerű fűszfasípot, igen, ami ugyan nem úgy szólt, mint egy furuja, de a működési elve ugyanaz. Síp, cső, rajta a lukak. Bürökszárból, és ez most már a 21. századi bürökszár, egy háztartási törlő valaminek, vagy fóliának a papírhengere. Ugyanaz, mint a furuja. Lukak ugyan nincsenek rajta, nincs sípja, de megfelelő módon, tehát nem egyenesen fújva, hanem ferdén. Ugyanaz, mint a furuja sípja. És hogy nincsenek rajta a lukak, nem baj. Mutatom, hogy lehet vele muzsikálni. Na, ezt bürökszárból készítettük el gyerekkorunkban. Köszönöm.
stb. Stb. Végig lehet rajta muzsikálni a kiskecelányomat. De nem baj, hogyha vannak lukak a csövön, hiszen itt sokkal könnyebb a játék, a fújásmód ugyanaz, nem egyenesen Ferdén. És ha már megszólal, innen kezdve egyszerű a dolog. Hát így folytatódott ez a játék, aztán minden, ami a kezembe akadt. Még van egy gyerekkori emlékem, amikor nagyon megtetszett a gitár, egy zenekar volt a falunkban, és hát belebolondultam a gitárba, és azt mondtam, hogy én készítek magamnak gitárt. És fakanából lett az első hangszerem, ami már igazán hangszer, és muzsikál. Aztán nem voltam elégedett a hangjával, túl halknak találtam, ezért egy rezgő közeget, egy dobozt a benne levő levegővel, mert az nagyon fontos a benne levő levegő mennyisége, hozzáillesztettem, és így már egészen jó kis gitárom lett. Ez volt az első nóta, amit megtanultam rajta. És akkor jöttek sorban az egyszerűbbnél egyszerűbb szerszámok, ezért hívom őket muzsikáló szerszámoknak, eszközök, házkörüli eszközök, például a biciklipumpa, ami nem egy nagy újdonság, hiszen ugyanúgy kell fújni, hiszen ez is egy cső, mint ezt a papírhengert, és közben a dugattyút, amivel pumpálok, mozgatom a csőben, a befújás ugyanúgy Ferdén történik. Nagyon tetszik a gyerekeknek, hogy még a biciklipumpa is muzsikál. És akkor jöttek sorra az egyre változatosabb, egyre bonyolultabb dolgok, és akkor jó 10 esztendővel ezelőtt eszembe jutott, hogy ha a szívószálat, amit az előbb megfújtam, kisebb-nagyobb méretekben elkészítem, azoknak mindnek különböző a hangja. És ha beleteszem egy légtérbe tulajdonképpen, mint ugye a templomi orgonának is van egy szélszekrénye, egy légtér, abban akár az orgon esetében több ezer síp, hát akkor tulajdonképpen orgonát készítek, ami szájjal működik, fújom bele a levegőt, a szívószál sípok egyenként megszólalnak, mutatom is, hogy hogyan. Ez a skála, aztán ebből bármit ki lehet hozni. És akkor lehet a paraszkantátát végig muzsikálni, de mivel egy légtérben szám szerint 8 szívószál van, amit lehetne éppen nátsíp is, ezért azt is megtehetem, hogy nem csak egyet, hanem kettőt, akár hármat, vagy hozzá egy negyediket, egyszerre megszólaltatok, és már tényleg orgona hangzása van. És így készülnek a mai napig sorra a, mondjuk így, hogy hulladékból hangszerek. PET palackból, szívószálból, papírkartoncsőből és a többiből. A legújabb tervezet pedig, még nem próbáltam ki, de szakember segítségével már teljesen készen áll. Gyerekekkel leülünk, és nem egész egy óra alatt, a gyerekeket mindig párban dolgoztatom, nem egészen egy óra alatt mindenkinek, nem csak a párnak, hanem a félpárnak is lesz egy-egy nagyon egyszerű furujája. Ezt mi annak idején fűzfa sípnak hívtuk, és a fűzfa kérgéből készítettük el, ami egy napig, két napig, három napig működött, aztán kiszáradt, szétrepett és a többi, meg hát nem igazán lehetett vele úgy dolgozni, mint mondjuk egy villanyvezetékcsővel. A gyerek egy hosszú csőből, csővágó segítségével, ezek mind biztonsági eszközök, nem vágja el a kezüket, levág egy megfelelő méretű darab műanyagcsövet. Aztán a következő fázis az, hogy erre a csőre, ilyen szinte játékfűrésszel,
a végébe egy rést vág. A rést kitöri innen, aztán a következő, hogy ugyanebből a csőből egy kis gyűrűt vág le, ennek is megvan a megfelelő mérete, és ezt fűrésszel ketté vágja. Így már szépen rá tud csúszni ide a csőre a gyűrű. De mielőtt rácsúsztatná, gyorsan mutatom, na itt van egy majdnem kész darab, a végét egy megfelelő méretű dugóval, műanyag dugóval, vagy parafadugóval, mindegy, bedugaszolja, és ezt a gyerek a párjával nagyon ügyesen el tudja készíteni, ráhúzza a gyűrűt ide a végére, és az itt levő lukon keresztül, ami ennek a bevágásnak a része, beállítom közben, belefújja a levegőt, erősebben, gyengében fújja, már két hangot, de akár hármat is tud produkálni. És ha még ezek után lukakat is vág a cső oldalára, persze mindig mondom, hogy hány centiméterre, kézifúróval, nem használunk villanyeszközt, csak kézifúróval, mekkora lukat fúrjon, ez szépen elkészíti, és elkészült a saját maga gyártotta furúja, amin aztán a lehetőségek végtelenek. Az egyszerű dallamoktól elkezdve, az egész komoly, mondjuk ha már itt a székely kapcsolataimról beszéltem, bukovinai székely silladrit is el lehet rajta muzsikálni, és gyakorlatilag bármit. Dióhéjban ennyit, különböző méretekben készítjük el, kisebb gyerekekkel, kisebb lukakkal, rövidebb furuját, magasabb hangon szól, nagyobb gyerekekkel, ugyanezt, nagyobb méretben, gyönyörű szép a hangja. És nem folytatom tovább, mert az időnk véges.